Csütörtök délután 2 óra körül kaptak jelzést a tűzoltók, miszerint tarló égett Pécsett a Patacsi városrész északi dűlőiben. Azonnal 3-as fokozatúvá nyilvánították a veszély mértékét, majd a gyors terjedés az erdő és lakható ingatlanok közelsége miatt a legmagasabb 5-ös fokozatúvá emelték a riasztást. Az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásosok után néhány perccel kapták az értesítést, hogy szükség van a segítségükre. Más önkéntesekhez hasonlóan a Palkonyai csapat tagja is a munkahelyükről indultak útnak a helyszínre. Itt hatalmas területen lángoló tűz mellé érkeztek, ráadásul nem mindenki egy időben. Kis László, önkéntes tűzoltó, így emlékszik a tegnapi eseményekre. Én egy hivatási egységhez tudtam becsatlakozni, ugye segítségre ott is szükség volt, így azonnal megkezdtük az oltást tömlőkkel, lapátokkal, szikracsapókkal, és próbáltam érdeklődni a csapattársaimról, hogy ők merre lehetnek. Rádióforgalmazást hallgattuk, érdeklődtem a hivatásos kollégáktól, de senki nem tudott semmit. Igazából akkor terület volt, hogy lehetetlen volt átlátni a földről, hogy mi zajlik pontosan. Baranya minden mozgósítható fecskendőjét és személyzetét küldték, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet. Városonként egy-egy tűzoltóautó maradt a laktanyákban. Mácsai Antal, a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta, hogy az éppen uralkodó széljárás miatt a tűz óránként 30-35 km/órás sebességgel terjedt. Segítséget kértünk a főügyelet útján, és itt több megyéből is kerültek kollégák, és elsősorban visszaállítók leriasztásra. Szerencsére az időjárás kedvezően alakult, és a koronaégés helyett egy normál, lassabb égés tért vissza, de este 7 óra körül sikerült a tüzet körülhatárolni. Vagyis a tüzet egy olyan területen tudták tartani, ahonnan nem tudott tovább terjedni és újabb területeket meggyújtani. Ezt a honvédség által biztosított helikopteres oltásnak köszönhetően sikerült órák alatt véghez vinniük. Oda dobták a vizet, ahova járművekkel, vagy pedig gyalog nagyon nehezen tudtak volna, vagy sokkal hosszabb idő múlva tudtak volna a kollégák eljutni. Tehát ez az egyik sarkalatos pont volt a 7 óra körüli időszak, amikor utána el is köszönt egyébként a helikopter. A kollégáink maradtak, és hajnali 2-kor még visszagyulladó és füstölgő részeket oltottak. Ezt követően ügyeleti tevékenység volt a helyszínen. Reggel 7 órakor érkezett a váltás, akik kipihenve folytatták az erdős terület vastagabb, átízott fáinak oltását, hogy egy esetleges szél ne tudja azt újra gyújtani. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke a reggeli eligazításra érkezett, hogy megtekintse az oltási munkálatokat, és több csomagnyi ellátmányt adhasson át a tűzoltásban résztvevőknek. A Baranya Segít program keretében most a hajnali órákban megköszöntem Baranya megye nagy közössége nevében egy kis frissítővel, étellel, itallal, üdítővel a tegnap délután óta folyamatosan, szakszerűen és nagy odaadással dolgozó tűzoltóknak a szolgálatát és a munkáját. Őri László megerősítette a szakemberek intelmeit, miszerint az aszályos, esőmentes időszakokban fokozottan kell figyelni a tűzgyújtás szabályaira, mert azok be nem tartása ilyen katasztrófákhoz vezethetnek.